Hát akkor itt vagyunk, itt vagyunk a múzeum és a Nagymart között Bécsben, és éppen a múzeum viszontagságait próbáljuk kiheverni ebbe a kis utcába, aminek nem tudom, hogy mi a neve, de teljesen lényegtelen. Egy ilyen pocsék helyen nagyon finom sört fogyasztva. És utána megyünk, és a Nagymarton mit fogunk csinálni, Kati? Hallod? Nagymarton mit fogunk csinálni? Iszunk. Akkor minek megyünk odáig, itt is? És mi savanyú? Mi savanyú? Nem tetszik ez a hely. Mi savanyú? Sőt, én mondtam, hogy savanyú. Savanyú az eszed tokja. Az eszed tokja. Egyik zavaros, a másik zavaros. Nem tudom, itt a felvétel megkezdése előtt valami probléma volt a zavarossággal a sörnek. Itt az UFO felhő. Előre jelzett UFO felhő. Ja, Istenem, nagyon jó gyerek. És viszket az orrom, biztos az ellenség. Te látsz UFO, Zsolt? Én nem. Hát ez elég nagy hiba, de hát most mindegy. Most mindegy. Most megfigyelnek bennünket a földön kívül, hogy itt iszunk. Na, akkor van valami fontos, amit még meg kell örökíteni. A Nagymarton nagyon sok minden szépen. Nem ronda, egy lapos papuszcipőt. Tényleg? De az nem jó. Egzotikus gyümölcsöket, különlegességeket, nagyon biztos. Bolhapiac is van itt, azt hiszem, a Flómát is. Ott veszünk bolhát, vagy valamit? Az ilyen régi, ott mindenféle van. Ott majd meglátjuk, ott lehet, hogy még lehet kapni ilyen. Ági, mit fogunk csinálni a Nagymarton? Nagymarton? Enni, inni. Na, ezzel akkor. Enni, inni. Ezzel. A Ferenc József szobrot például. És én már előre beveszem a Ferenc József szobrot. Messze lett Ferenc József szobrot. Miért nem Mária Teréziát? Az csúnya volt. Akkor sziszit. Sziszit. Az igen, az jó. Na, ebben megállapodtunk. Amíg nem találunk haza, nem megyünk, jó? Sziszi bronzszobor. Felvétel befejezve. Sziasztok!